Debreceninél Farkas Edit tájékoztatása szerint jó ideje nincsenek vármegyénkben autólopások. 2024. január 22-én hétfőn, egy 24 óra alatt Tolna vármegyébe a kollégák 4 olyan sofőrt vettek őrizetbe, akik vezetői engedély hiányába ültek a volán mögé. Közülük az egyik, egy dombóvári férfi, olyan autóval vett részt a forgalomba, amelynek a tulajdonosa tudta és beleegyezése nélkül vitte el a kocsit. A hölgy feljelentést tett. A férfi Dombóváron mondták igazoltatás alá a kollégák, ahol kiderült, hogy jogosítványa nem rendelkezik, KRESZ vizsgát soha nem tett, és elismerte, hogy valóban nem szólt a tulajdonosnak, hogy használni kívánja az autóját. Ezen kívül a szonda is pozitív értéket jelzett a fiatalembernél, ezért előállították további mintavételre, mivel tagadta, hogy a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott volna. Az alkoholos befolyásoltság tényét, mértékét szakértő vizsgálja. A férfit a bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, jármű önkényes elvételének büntette, illetve az elkövetett szabálysértés miatt, és őrizetbe vették. A sajtóreferens elmondta azt is, hogy viszonylag sokan ülnek alkoholfogyasztást követően a volán mögé Tolna vármegyében, ami rendkívül balesetveszélyes a reakció időcsökkenése miatt.